beszélgettünk, belefásultunk, globalista bódulatokat kergettünk, és már a lelkek vándorlása sem látszott segíteni rajtunk. Ilyen helyzetben érte a nemzetet az utolsó előtti próba. És a 2004. december 5-i gyalázatos népszavazás legszomorúbb következményéről senki sem beszélt mindeddig. Kedves magyar testvéreim, a nemzet öncsonkításának leginkább égbe kiáltó igazságtalansága maga az alaptézis volt, amely az államhatárokon belül élő magyar társadalom kezébe adta a döntést az összmagyarság hovatartozásáról. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy szentesítsük a diktátumot, Trianont. Csak hogy, kedves testvéreim, e felhatalmazás nem bír sem erkölcsi, sem jogi megalapozással. A népszavazás leginkább tragikus következménye ezért az, hogy sokak gondolkodásában elültette azt a mindmáig ható téves nézőpontot. Mi döntünk az ő magyar mi voltunkról. Csak hogy ez nincs így. Nekünk nincs jogunk eldönteni, magyarok-e ők. Mi csak fejet hajthatunk a határokon túli nemzetrészek nagysága előtt. Amikor 9 évtized elteltével visszakapják azt, ami természet szerint megilleti őket, a magyar nemzethez való tartozásukat, formai hitelítését, nem adományt kapnak, csupán jóvátételt, mindannak visszaállítását, amit igazságtalanul vont meg tőlük a sors. Nem mi adjuk, ők pedig nem kapják, ellenkezőleg mi vagyunk azok, akik visszakapjuk őket. És akik velük kaphatjuk vissza azt a jogot, hogy a saját örökségünként hivatkozhassunk a nagyszent miklósi Bartók, az érdmincenti Adi, a szabadkai Kosztolányi és Csát, a nagyszalontai Arany, a kassai Márai művére. Hogy újra érezhessük, joggal osztozunk a Hunyadiak, Bátoriak, Bocskai és Betlen dicsőségén, Rákóczi tragédiáján és Mikes honvágyában. Hogy lehet közünk az erdélyi Helikon íróihoz és Nagyvárad költőihez. Első egyetemünk, ősi koronázó városunk és Biblia fordításaink szellemi örökségéhez. S hogy jogos melegség futhatja el szívünket, amikor megpillantjuk a Hargita fenyveseit, a folyóinkat öntöző Kárpátok bérceit, a hósipkát a Tátra magasán. Kedves magyar testvéreim, oda át a határokon túl, és oda át a magasban lévő hazában. Számomra adatik meg a kivételes és magasztos kötelesség és tisztesség, hogy ebben a percben kimondhassak egy 90 éve elmaradt köszönetet önöknek, akik ébren tartották a magyar lelket szerte a megtépázott hazában. Köszönetet mondok, és teljes tisztelettel hajtom meg fejemet mindazon élő és meghalt testvéreim előtt, akik éltették, ápolták és átörökítették a magyar szót és a magyar dalt az elszakított nemzettestek körében. A magunk méltatlanságának tudatában mondok köszönetet a határokon kívül élő művészeknek, akik magyarul szóltak magyar sorskérdésekről. Előadó művészeknek, akiknek ajkán újra meg újra magyar szó hirdette a megmaradás és a remény szózatát. Alkotó művészeknek, akik a kő konok formáiba vésték a szenvedések néma vádbeszédét. Családanyáknak és nagymamáknak, akik magyar mese és magyar énekszó mellett ringatták 4-5 nemzedékre menő magyart. És végül a művészek művészeinek, a tanítóknak és a papoknak, akik magyar igével vésték nemzedékek lelkébe Isten és ember örök igazságait. És különös helyen köszönöm meg a vidék magyarságának Csíki, Bánáti, Széki, Mezőségi, Szepességi, Bereki falvak népességének a helytállást. Üzenem számukra, szükségük van rájuk. Nem ők kapnak most. Mi várunk tőlük erőt, vérfrissítést, tőlük, akik emberségből példát, vitészségből formát, ezerszel derekasabban mutattak anyaországi, mint magunknál.
Mi vagyunk megajándékozottak, amint csíksomlyói zarándokként is mi kaptunk hitet, erőt és lelkierőt. Egyenes tekintetű, megtörhetetlen székely emberek eget zengető énekéből, vagy váradi barátaink ragaszkodásából. Mit is tehettünk volna anyagországi művészek? Könnyeinkkel küszködve velük énekeltük a székely himnuszt. Akkor csupán reméltük még, hogy egy napon ismét egyazon nemzet tagjaiként láthatjuk viszont egymást. Ma ez az álom valóra válik. Ma szemükbe nézhetünk és kimondhatjuk, tőlük, csak is tőlük kaphatjuk vissza a Széchenyi féle nagyra törekvés erejét. Merjünk nagyok lenni. Szellem és hit poklokat döntő hatalmát, mert számunkra, magyarok számára ezúttal sem nyílik más kiút, mint amelyet a trianoni dermedtséget oszlató tetrehívó nagyminiszter Klebersberg jelölt ki. Lelkében, kultúrájában, tudásában és hitében emelni fel a nemzetet. Kedves testvéreim, odaát és ideát, higgyék el nekem, az a helyzet, amelybe legutóbbi vezetői sorolták az anyaországot, alig-alig mutat derűsebb képet a trianon utáni helyzetnél. Lelkünkben, magyarságukban megtiporva, azt sem tudjuk, kik, hol, merre élnek a testvéreink. A világ örökség része a Nemzeti Operaházunk. Zenei vezetői eközben lekicsinylően, méltatlanul nyilatkoznak Erkel Ferencről, himnuszunk zeneszerzőiről, akinek bicentenáriumi évét vidéken, Debrecenben, Gyulán, Aradon, Nagyváradon és Csíksomlyon inkább megünnepelhetjük, mint Budapesten, az operaházban. Az Erkel Színház zárva, a budapesti népopera többé nem taníthatja, nemesítheti és nevelheti a szélesebb néprétegeket. Miért? A zene jelenlétében mind egyek vagyunk, mondta Gray. Vagy forduljunk csak Kodályhoz. A zene lelki táplálék. Tudatos lélek és közösség rombolás zajlik. Jeles költőink mély magyarokról fanyalognak. Árpádházi királyaink lobogóját leparancsolják köztéri szobrukról. Íróink gyökértelen és erkölcsi közönyt hirdető globalista irányzatokat majmolnak. Az opera rendezők pedig saját lelkük árny oldalait vetítik a zeneirodalom legnemesebb alkotásaira. Történelmi hőseink és mártírjaink emlékét büntetlenül gyalázhatja bárki színpadon, regényben, nemzeti emlékhelyeink posztmodern feldúlásával. Bőven idézhetnénk a Bánkbánból, Tiborcz panaszából. Mert a meránok, jól emlékezem, mikor magyar hazánkba jöttenek, kitúrták innen a becsületet. Csak hogy a nemzet jól tudja, mit vegyen föl, mit vigyen magával történelmi emlékezetében, mert Erkel, mert Verdi, mert minden nagy művész mindig a nemzetek szabadsága mellett tett hitet, mert tudták Berzsenyivel szabad nép tesz csuda dolgokat, s mert Klebersberggel vallották helyünket a világban csak is a szellem és a munka erejével érdemelhetjük ki és tarthatjuk meg. S ha kimondhatjuk végre Trianon, és mind, ami azóta tépázta ezt a nemzetet, igazságtalan büntetés volt, el nem követett vétkekért. Vajon nincs-e itt az ideje, hogy a világ, európai népei, himnuszunk szavaival azt mondják, megbűnhődte már-e nép a múltat s jövendőt? Ha elengednék végre,
ha elengednék végre e nemzet meg nem érdemelt további vezekléseit, mennyi építő erő egyesülne most a nemzet lelki egyesülésének pillanatában? Tudjuk, az elcsatolt területekre nem formálhatunk igényt, de a kárpótlásra igen. Joggal elvárhatjuk, követelhetjük, hogy legalább a hiteleket elengedjék kárpótlásul. Mert, hölgyeim, uraim, a történelmi bűncselekmény nem évül el. Sajnos nem a nulláról kell elindulnunk, hanem egy jogtalan büntetés terhei alatt roskadozva egy térdre rogyott Magyarországot kell újra építenünk, talpra állítanunk mind anyagilag és erkölcsileg. Ekkora feladathoz nem elég a mi erőnk. Szükségünk van a nemzet nagy, közös lélegzetvételére, hogy a fáradt szívet új véráram, új erőr járja át. Kedves magyar testvéreim, túl a határokon, kérem, fogadjanak vissza bennünket lelkükbe, hogy mi, úgy, ahogy mi tárjuk ki önök felé karjainkat. Isten tartson meg együtt bennünket, szeretetben, hitben, békében, egyetértésben. És ha már Tokodi Ilona művésznő említette a követ, az igaz követ, akkor kérem, ne feledjük Vas Albert gondolatait, hogy maradnak az igazak és a jók, mert hogy a víz remélhetőleg itt Budapesten, Magyarországon belül is minél hamarabb elfut, és maradni fog a kő. És hogy biztosított-e a jövő, arra kérem, feleljük majd együtt, nem sokára, hogy igen, mert hogy színpadra hívom Bálint Zádort, 10. osztályos tanulót, aki Vas Albert nagypénteki siratóját mondja el nekünk.